A nyári kánikula velejárója a hirtelen érkező vihar, ami heves esőzést és sokszor jégesőt is jelent. Vasárnap este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sem került el az ivatar, több helyen okozott ez fennakadást a közlekedésben. Több mint 70 segélyhívást fogadtak a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenység irányító központjában, a tűzoltók pedig több mint 50-szer vonultak ki a vihar okozta károk miatt a megye több településére. A legtöbb esetben úttestre, villany vagy telefonvezetékre dőlt fát távolítottak el. Tiszalökön betonoszlopot döntött ki, egy lehasadt fa, és rázuhant egy személygépkocsira. Tyúkodnál villanyvezetéket tört ketté, és villanyvezetéket szakított le egy fa. Gondot okozott az összegyűlt csapadékvíz a pincékben, Rakamazon, Balsán és Újfehértón. Kisvárdán és Fehérgyarmaton épületek tetőszerkezetein a cserépborítását bontotta meg a szél, ami a forgalomra is veszélyt jelentett. 2016. júniusában 7 Szabolcs megyei település, több mint 700 háza sérült meg a viharos szélnek és a diónyi méretű jégesőnek köszönhetően. A vasárnapi vihar szerencsére ilyen súlyos károkat nem okozott.